Nem tudom, tudták-e, hogy a 18. században Nagyváradon Patasics Ádámnak köszönhetően nagyon sok minden, például a zenei élet is fellendült, nem kisebb zeneszerzők érkeztek oda játszani és komponálni, mint Michael Haydn, József Haydn testvére és Dittersdorf úr. Most a zenét egy kicsit elfelejtjük, Patasics Ádám marad a középpontban, a püspöki rezidencia megújul, erről szól a most következő film. Nagyvárad római katolikus püspöki palotáját, az impozáns barokk épületegyüttest 300 éve építette báró Patasics Ádám püspök. Az 1770-es években ez volt Magyarország legnagyobb egyházi rezidenciája. Az egyházi felvilágosodás szellemében az építető püspök a kultúra rezidenciájának szánta. A késő barokk építészet, festészet, belső díszítés, szobrászati, ötvösművészeti tárgyak gazdag tárházát nyújtja majd az érdeklődőknek a felújítást követően megnyíló állandó kiállítás. A múzeumunk egyik büszkesége, talán igazából legféltettebb kincse az úgynevezett Polentári úrmutató. Polentári Ferenc, kassai származású nagyváradi kanonok készítette az akkor még idéglenes Szent László székesegyház számára. 4,7 kg nemes fém tartalommal rendelkezik, arany és ezüst tartalommal ez a darab, ami egyedülállóvá teszi, és ezzel a magyarországi barokk ötvös művek közül talán a legizgalmasabbakhoz, értékesebbekhez tartozik, az az, hogy a felületét 141 néhány darab gyönyörű eredeti csiszolt drágakő díszíti. Ugye itt a lunulában középen 12 karátos, lejjebb 10 és 7 karátos gyémántok, ugye a vörösek rubinok, a lilák ametisztek, a zöldek smaragdok, a halványkékek pedig türkizek, gyakorlatilag a legfontosabb ékőtípusok, amelyek a 18. századi ötvösségben előfordulnak. Az egyházi visszaszolgáltatásoknak köszönhetően jelenleg 160 ötvös tárgyat, valamint néprajzi, geológiai, grafikai, valamint folyamatosan bővülő festészeti gyűjteményt tudhat magáénak a püspökség. Az osztrák elsővonalas akadémizmus gyakorlatilag megjelenik, és itt a hátam mögött levő Malbec festmény, az angyali üdvözlet ugye az egyik bizonyíték erre. Ez pedig egy 19. századi Rómában készült miseruha, aranyozott selyemhímzéssel. Az a sok apró hímzés, ilyen selyemből kéne legyen, mint maga a címer, viszont elrongyolódott, és Szatmári apácák, nem tudjuk mennyi idő alatt, de ilyen apró öltésekkel újították fel. Évente több ezeren zarándokolnak Szent László király váradi aranymellszobrához, mely a király koponyájának egy csontját őrzi. Az európai ötvösségnek az élvonala dolgozott a váradi székesegyház számára. Itt megint csak engedjék meg egyetlen példát mondjak. Augsburg, ugye Németország egyik jelentős ötvös művészeti központjában dolgozik ugye három generáción át a Dertved család, ők arról ismeretesek például, hogy az Eszterházi kincstárnak a darabjait is, főleg a Dertved család második generációja készítette. Ugyanennek a dinasztiának a harmadik tagja dolgozik például a váradi székesegyház számára. Jelenleg a nagyváradi székesegyház Szent László múzeumában látogathatóak az egyházi kincsek, ez azonban az egyházmegye gyűjteményének mindössze 2%-a. A teljes egyházművészeti gyűjteményt várhatóan 3 éven belül a felújított püspöki palotában lehet majd megtekinteni.